aki tényleg látja a valós veszélyt, és valós problémán tartja, annak mindenképp el kell menni. A győriek tavaly saját bőrükön tapasztalatták meg, milyen félni az otthonaikban, amikor menekültek százai, sőt ezrei lepték el a város tereit és parkjait heteken keresztül. Erről beszélt Kara Ákos pénteki sajtótájékoztatóján. Az országgyűlési képviselő Takács Krisztián független önkormányzati képviselővel közösen kérték arra az embereket, hogy utasítsák el a kötelező kvótákat. Győrben több mint 15 ezer embernek kellett Réfaluban legalább egy éjszakára szállást adni az illegális bevándorlók közül. Több százer ember ment át rendőri kísérettel a városon, és emlékezhetnek a győriek, hogy heteken, hónapokon keresztül elsősorban a belvárosnak a köztereit elfoglalták azok az emberek, akitől mondjuk meg őszintén féltek az itteniek. A rendőrség munkájának, a kormányzati gyors intézkedéseknek köszönhetően ez a helyzet megszűnt. Győr városa és a győriek nem kérnek a félelemből, hanem békében és biztonságban akarnak élni a jövőben is, ezt Takács Krisztián hangsúlyozta a tájékoztatón. A képviselő kiemelte, a népszavazás nemzeti ügy, ezért párt hovatartozástól függetlenül mindenkinek el kell mennie voksolni vasárnap, és nemmel kell szavazni a feltett kérdésre, ha nem akar félelemben élni. Ha mi győriek és Győr környékiek azt szeretnénk, hogy a tavalyi eset ne ismétlődjön meg, ha azt szeretnék, hogy a Vámos szabadi tábor bezárjon, vagy ne nyissanak újabbat, akkor egyértelműen ki kell nyilvánítanunk a véleményünket Európa és Brüsszel felé, hogy a győriek és a Győr környékiek nem kérnek az illegális migránsokból. Ezért én arra szeretnék megkérni mindenkit, hogy családunk gyermekeink jövője érdekében menjünk el most vasárnap és szavazzunk nemmel. A politikusok bíznak a magyar emberek józan ítélő képességében, és azt remélik, nagy lesz majd a részvétel a vasárnapi népszavazáson, ahol várhatóan a nemek lesznek túlsúlyban, de egyáltalán nem mindegy, milyen arányban utasítják el a magyarok a kötelező betelepítési kvótákat.